Szép jó estét kívánok! Varga Bálint vagyok. 21 óra, február 10-e 2020. Remélem, hogy valaki hallja a hangomat is. Kérek egy visszajelzést. Oké. Na, rendben. Na, szuper, köszönöm szépen. Mivel már 21 óra van, ugye szokás szerint 8 órakor este szoktuk tartani, de a horvát konferencia volt 8-tól majdnem 9-ig, úgyhogy most kihasználtuk ezt a konferencia termet, hogy csináljunk egy magyar konferenciát. A Sebestin Csaba utazik, Minskbe van, most 5-ször mentek el, intézik a Skyway engedélyt nem csak Európára, hanem az egész világra, úgyhogy remélem, hogy sok jó hírrel jön majd vissza. Itt is működik a dolog. Én ma egy különleges konferenciát szeretnék tartani, ami általában minden újdonságokról, meg új információról szól. Remélem, hogy nincsen sok olyan tag ma este, aki még nem tud semmit a Skyway-ről. Egy pár mondatban azért elmondom, ez egy újfajta járművek, újfajta szakaszok, amit 40 év után sok tapasztalattal, sok munkával készített egy úriember, úgy hívják, hogy Eduardo és Anatoly Junitsky, és erre a projektre össze kellett szedni egy csomó pénzt, olyan több mint 450 millió dollárról van szó, úgyhogy úgy döntötték, hogy crowdfunding beszerzéssel szedik össze ezt a pénzt. Elindították már 2014-be, és 15 szakaszba el lett osztva az egész projektfinanszírozás. Mi most a 14.1 szakaszba vagyunk, amit minden tervek szerint az idén 14 és a 15. szakasznak vége kell, hogy legyen, szóval meg lesz az összes finanszírozás. Nem mutatkoztam be még azoknak, akik nem hallottak, Eszéken lakok, Horvátországban. Ezt mindenki már biztos észrevette, másmilyen tájszólásom, sok olyan szót kicsit furcsán mondok, de tanulom a magyart már régóta. Elsőtől 8-áig általános iskolában még volt magyar óra is, úgyhogy megtanultam valamit még akkor is, de mivel sokkal többet használom a horvátot, akkor észre lehet venni ilyenkor. A Skyway egy olyan projekt, ami teljesen új, és ilyen technológiát még nem használtak, se a járművekbe, se a kiépített szakaszba. A Ekotechno parkot felépítették Marina Gorkába, ami 65 km Minsktől. Ott lehetett kipróbálni, már 3-szor voltunk, 2-szer ültünk is ezekbe a járművekbe, mentünk velük, nagyon szép, érdekes, jó élmény volt az egész, és ottan a Marina Gorkában van egy ilyen pálya, ahol ki lehet próbálni és tesztelni. Tegnap vagy tegnap előtt volt a Mongólia delegáció ottan, aláírtak egy együttműködési memorandumot, és Mongólia és Belarusz köztársaság között. Úgyhogy meg még egy memorandumot Minsk és Ulan Bátor város, az egy mongol város, úgy, hogy egy új generációs technológiára volt ez. Van egy interjú is, azt ott meg tudjátok nézni majd, a mongol külön, hogy is hívják, nem külön minisztérium, hanem konzul. A mongol konzul, aki a Mihail Kirecsenkoval tartott egy interjút, és elmondták, hogy milyen érdekük van, akarják Mongóliába is ezeket a technológiákat, ezt a technológiát bevezetni. A másik szakasz, ami fel van már építve, az Sárgyába, a 2,5 kilométer hosszú pálya, és ott is lesz kutatás, technológia, innováció, ez is egy innováció park, de az a különbség, hogy itten össze lesz kötve az egész emirátusi pályákkal, úgyhogy innen is fog indulni, és össze lesz kötve először Dubaival, utána a többi emirátusokba. Egy 400 méter hosszú pályát már felépítettek. Én tavaly március 31-én voltam ottan, akkor 5 épületnek az alapját lehetett látni, nem lehetett sokat fényképezni, de utána már pár hónap múlva sok mindent lehetett látni, aki ment oda, és meglátták, hogy hogyan működik ez az egész. Az első fázis már 80%-a kész, a második fázis meg olyan július, az idén júliusban fogják befejezni ezt a 2,5 kilométer hosszú pályát. Ennek a innovációs központjának majd később a park része, úgynevezett SRTI park része lesz, és központot, itt a központban lesz majd kutatás, termelési dolgokat fognak majd ide bevezetni, a humusz kutatás, meg ilyen hasonló dolgokat. A Unicar gyártás az is majd be lesz vezetve, az lehet, hogy a harmadik szakaszban lesz, úgyhogy ez lesz a legfontosabb központ az Egyesült Arab Emirátusokban, és ott lesz majd az egész világról oda fognak jönni, és nézni ezeket a pályákat, meg kipróbálni, utazni, és ilyen dolgokat. A másik, ami bennünket nagyon érdekel, az a Dubai városprojekt, ami 15 kilométer hosszú lesz, és 21 állomással lesz összekötve. Utasokat és rakományt is fognak szállítani. Össze fogja kapcsolni a fő célpontokat, mindjárt mutatom a képet. Ahogy átnéztem, ez a 15 kilométer lesz a Dubai International Financial Központ, ez a Dubai Mall lesz összekötve, a Downtown Dubai és Business Bay. Ez körülbelül így lesz ez a projekt. Ez most ma vagy tegnap jelent meg, ez az információ, úgyhogy ideig pontosan nem tudtuk, de később innen majd indulnak a további részre is. Ha valaki megy majd Dubaiba, akkor ez az első 15 kilométer lesz az első szakasz. Ez nem teszt szakasz lesz, hanem mindjárt utas szállító, ugye, meg ilyen teherszállítás. Itten ebbe az akaszba, ebbe a projektbe már lesz Unibike, Unicar, Unibus és Unicont, meg Unitrack. Ezt mind be tudják vezetni. Maximális sebesség 150 km lesz, és a Unicar 18 ember fog beférni a Unicarba. Utána terveznek lesz VIP Unicar is, és utána még nagyobb Uni buszokat terveznek, ahol beférnek 24 ember. Akkor autonóm üzemmódban lesz, sebessége először 300 km, utána 500 km sebességre is. Nagyon keveset fognak fogyasztani, 0,61 kW-ot per utas. Az azt jelenti, hogy 1,6 deciliter benzint, ha összehasonlítsuk a villanyármat és a benzint. Akkor mi van itt még? Unitrack 25 tonna rakományt képes szállítani 80 km sebességgel, és a Unicont meg 32 tonna maximális 120 km sebességgel. Ez mind Dubaiban lesz. A Dubai Skyway projekt előnyei Dubaiba az lesz, hogy megoldják a problémát és a utasszállítással, és 2030-ig 25% önálló műveletet fognak majd teljesíteni. Szóval az a cél a Dubaiba, hogy 2030-ba 25% autonóm sofőr nélkül legyenek a járművek. A rendszer kevesebb területet és infrastruktúrát igényel, és közel 5-ször kevesebb energiát fogyaszt az elektromos járművekhez képest. Ezért az Egyesült Arab Emírségek kormánya nagyon támogassák, és ami nagyon fontos, intelligens város stratégia. Így ennyi a Dubairól. Ez is egy kép, itten valakinek lehet, hogy ez jobban látszik. Na most mi tervezünk ide menni az idén? Azt mondták, hogy megvan a magyar változat, de én még nem kaptam meg, de elmondom a horvát változatot, ami azt mondja, hogy november 27-én utazunk, ez 10 napos utazás lesz. Itt meg akarjuk nézni a Sárgyát, a Dubai központot, és ez lesz még plusz egy hajóutazás. December 6-án, Mikolás napján jövünk vissza. A három városból lehet utazni, Zágráb, Belgrád és Budapest. Remélem a magyaroknak legjobban megfelel a budapesti út, és mindjárt mondom, hogy fog ez működni. Minden városból közvetlen járat van repülővel. A budapesti járat az 13 óra 10 perckor ott kell lenni, 15 óra 10 perckor indul, és Dubaiba a Dubai óra szerint 23-25 órára ér oda a repülő. A Dubaiba meg lesz szervezve, hogy valaki ott megvárjon bennünket, és megyünk egy 4 csillagos szállodába, ahol fogunk megszállni. Utána másik nap, reggeli után megyünk a Expo 2020-ra. Az egész ár, majd meg lesz itt az ára is, benne van, szóval a Expo belépőjegy, az is benne van az árba. 10 órától lehet menni a Expo kiállításra. Ezt kell tudni, hogy a Expo 2020 ez 6 hónapig fog tartani, és 25 millió embert várnak az egész világról. Ez a legnagyobb világkiállítás, és a téma egy minden újdonságok, technológia, mesterséges intelligencia, és ez nagyon-nagyon érdekes lesz, itt lehet 3 napig is nézni, nem lesz unalmas. Mi 10-17 óráig tudunk ott lenni, ami 7 óra, úgyhogy megnézzük az, ami legérdekesebb. Utána 17 órától megyünk a kikötőbe, és felszállás a hajóra, Costa Diademára, ott lesz a vacsora és a szállás. Akkor harmadik nap újból leszállunk a hajóról, és 8 órakor reggel utazunk a Dubaiból a Sárgyába. Sárgyába 11 óráig tudunk lenni. Kell számítani, hogy a kikötőtől odáig lehet, hogy egy fél óra lesz. 2 órát szántunk Sárgyába lenni, ott megbeszéljük majd a Junitskyval, hogy valaki várjon bennünket. Lehet, hogy tudunk kicsit a Uniconttal utazgatni is, és utána délbe a hajón kell lenni. 14 órakor indul a hajó, ott van az ebéd, vacsora, a hajón van több étterem, én úgy tudom, hogy 9 étterem van, reggel fél hét-héttől este 11-ig nyitva vannak az éttermek, bármikor lehet menni, többször is senki nem nézi, aki éhes, ehet, amennyit csak akar. A 4. nap a hajó utazik Ománba, a Muscat, és 9-től 22 óráig ott lesz Muscatba. Ha valaki szeretne, már előre tud jelentkezni egy félnapos kiutazás a városba, de itt angol nyelvűn lesz az idegenvezető. Erre kell majd fizetni pluszba, aki ezt akarja. Aki nem, az kimehet így taxival is, körülnézheti a várost, arra nem kell semmit fizetni. Az a nagyon fontos, hogy 2 órával mielőtt a hajó indul, mindenkinek vissza kell menni a hajóra. Visszahajtottuk. Akkor 5. nap, elseje. A egész nap utazunk Muscatból Doha, Katarig. A hajón leszünk, lehet bármit csinálni, ez egy óriási hajó. Én egy hasonló ilyen hajón voltam 2016-ban, úgyhogy el is lehet veszni könnyen, de mindenkinek van térképe, vannak útmutatók, úgyhogy kicsit lehet sétálgatni. Érdekes minden este megnézni a színházt, az nagyon szép zene, tánc, érdekes program van, az mindig jó. 6. nap Doha, Katarba leszünk, és 9-től 20-ig lehet kimenni a városba. Aki akar hozzáfizetni, lehet egy félnapos túrát, angol lesz a idegenvezető. 7. nap, akkor is Abu Dhabiba leszünk. 7. nap a Ferrari Worldba lehet menni, akár csoportosan, akár személyesen. Itt lesz horvát nyelven lesz idegenforgalmi vezető. Ezt is kell fizetni pluszba. Ilyen külön programokat, amik meg vannak szervezve, ez pluszba kell majd fizetni. Akkor 8. nap, éjfélkor indul a hajó Abu Dhabiból, A 8. nap is Abu Dhabiban leszünk, lehet ilyen city tour, vagy bármi mást, és 9. nap, akkor már Dubaiba leszünk, reggel 8-kor ki kell szállni a hajóról, reggeli után, reggeli van, és utána 9 órakor megyünk a Dubai Shopping Mallba, és egy ilyen város nézés. A buszok azok minden megvannak Dubaiba, szervezve, és benne vannak a zárba, arra nem kell külön fizetni. Elmegyünk a Dubai Mallba, meg lehet nézni a Burj Khalifát, akkor 15 órakor terveztük elmenni a Dzsumeirákba, megnézni a SkyPodot. Ha készen lesz a projekt, akkor utazunk egyet, úgyhogy lesz 2 óra hosszánk, elég, hogy átnézünk mindent, és este 17 után egy 4 csillagos szállodába megyünk, és ez lesz a 10. nap. Úgyhogy december 6-án reggel, attól függ, hogy melyik járat, belgrádi 8:40-kor, budapesti 9:05, ez majdnem egyforma, és a zágrábi 10 óra. Úgyhogy reggel busszal mindenki együtt megy, és ottan mindenki megtalálja a saját repülőjét, és indulunk vissza. Aki Ljubljanában lakik, vagy Szlovéniában, nekik megszerveztük egy Zágrából utazást oda. Ez a Zágráb, Beográd, Budapest. A budapesti út a belső kabin 1260 eurótól van. Szóval itten benne van a repülőjegy, a all-inclusive a hajóutazás, minden reggeli étel, ital, és a ebéd meg vacsora étel. Inni is lehet, szoktak így adni üdítőket, de ha külön rendelünk egy pohár bort, vagy valamit, sört, akkor azt ilyen 2,5-3 euró szokott lenni az ital. A belső kabin ablakkal 1330 euró per fő, és balkonos 1400 euró. Na most itten van olyan, hogy gyereket is lehet vinni, és ha gyerek benne van a szobába velünk együtt, akkor nekik 1025 euró. Ha valaki külön akar lenni szobába 1550 eurótól, a belső kabin 1690 vagy 1780, ha balkonnal együtt. Úgy volt, hogy február 12-ig be kell jelenteni és kifizetni a 40%-ot. Most én mondtam, hogy ez nagyon gyors, meg magyarok csak ma kapják meg a teljes információt, úgyhogy majd meglátom a irodával, utazó irodával, hogy meddig lesz ez. A többit azt július 30-ig kell kifizetni, bármennyi részletbe, lehet 2-4 részletbe is fizetni, és itt van a bank, IBAN és SWIFT kód, ezt majd mindenki megkapja még plusz, itt a Ljubljana. Mi megy bele a árba? Repülőjegy, direkt közvetlen járás Budapest-Dubai, 20 kg táska és 7 kg kézitáska. Egy ebéd vagy vacsora a repülőn, plusz ital, akkor autóbusz a repülőtérről a hotelig, utána kapunk egy üvegvizet is. A hotelba 27-től 28-ig, ez reggelivel együtt, és utána december 5-től 6-ig még egy szállás. Szóval 2 nap alszunk Dubajba, és akkor buszozás a Expóra, és utána a hajóra. Itten írja, hogy a Expo nincs benne az árba, de benne van, ezt csak nem javítottuk ki. És a hajó utazás 7 nap, az egy luxus hajó, minden van benne, ott lehet használni reggeli, ebéd, vacsora, uzsonna, ilyen éjféli snack, minden animáció, program, bár, színházok, kaszinó, diszkó, sport, fitness, medence, ez minden ez benne van. Akkor autóbusszal átnézni a Dubájt, azt már mondtunk. Még egyszer autóbusz a shopping mall, Burj Khalifát, ez is megvan. Utána Jumeirra és a Skyway, SkyPod. És még egyszer, szóval minden buszozás Dubajba ez benne van. Így. Ami nincs benne az árba, az 10 eurót kell adni a szoba, akik takarítsák a szobát. És a gyerekeknek 5 eurót. A hotelba kell majd fizetnünk 8 dirham, az 4 dollár, szóval kétszer 8 dirham. Ha külön valamilyen utazások lesznek, az mindenki. Ital a hajón, mondom, reggeli az van, de ebéd, meg vacsora, meg éjjel valaki megy a bárba, azt külön kell fizetni. Ha valamilyen spa külön, ruhamosás, ez vásárlás a boltokba. Van ilyen duty free shop, mikor kimegy a hajó a kikötőből, akkor kinyissák azokat a boltokat. Valaki taxival vagy busszal külön megy Dubájba, telefon, a múzeum, meg azt javasolják, hogy az mindenféleképpen kell, egy biztosítás, utazási biztosítás. Akkor itt megvan, ja, ez az Expo, ez megvan. A végösszeg 1240 euró, ezek meg pluszba vannak, amit kell még fizetni. Azt lehet számítani, hogy a hajón akkor 70 eurót még kell fizetni a szobalánynak. A Muscat mondjuk rá 380 kuna, az 60 euró, a Doha az is 60 euró, a Ferrari World az kicsit több, az 890 kuna, az ilyen 120 euró, a Jeep Safari 490, az ilyen 75 euró, Abu Dhabi félnapos, az is ilyen 72-3 euró, és a Burj Khalifát, ha valaki akarja, akkor az is ilyen 60 euró, aki fel akar menni a tetejére. Az ott is lehet venni, de azt hiszem, hogy 50 euró volt, ha jól emlékszek, interneten vették a Burj Khalifa. Itt van még egyszer a járat, Budapest-Dubai 15 órakor, és akkor visszafele 8:40-kor vissza. Így, körülbelül ennyi információ. Ezt mindők lefordították magyarra, vagy fordítsák, és egy pár napon belül majd feltesszük a Skype csoportokba, és mindenki el tudja olvasni. Ha van valami kérdés erről a dubai útról, most nyugodtan írjatok. Mikor kezdik a 15 kilométer szakasz? Hivatalosan már még nincs bejelentve, de épp mi beírtuk most valamelyik nap a Skyway csoportba, a Facebookba, hogy voltak ottan, vannak a Dubajban ismerősök, és azt mondták, hogy már építik, de én hivatalosan nem olvastam még sehol. Sokat mondják a tévén is, mert mi van? A SkyPod az a 7 projekt, amit a Mohammed bin Rashid aláírt, és mind a 7 projektnek októberig késznek kell lenni. Én szerintem ezt már csinálják, ahogy csinálták a Sárgyát is, csak nem mondták be, és már lehet, hogy mikor lesz egy-két állomás, vagy valami, akkor csak kapunk fényképet, meg videót. Most márciusban mennek nekem üzlettársak oda, és ők is körülnézik, majd megnézik, fényképezik. Most tudjuk, hogy hol van, úgyhogy nem lesz nehéz. Biztos, hogy már el van készítve, meg szervezik, de a Skyway-ban még hivatalosan ez nem volt. Itten, amiről beszéltem ma, el tudjátok olvasni, ez a legújabb információ, ami ma jelent meg. Oroszul van, de le lehet fordítani, lehet angolról is lefordítani, ha valaki angolul jobban ért. Úgyhogy most tudjuk, hogy itt lesz ez a 15. Én gondoltam, hogy ez a Jumeirre is lesz, de lehet, hogy kicsit majd kiszélesítik ezt az egészet. De valahogy ez a Business Day, Downtown Dubai, meg a Financial Center, ez benne van, meg a Dubai Mall. Dubai Mall a legnagyobb bevásárlóközpont a világon. Én szerintem ők ezt be akarják októberre végezni, mert a Expon, ahol lesz Skyway-nak is egy nagy kiállítási központja, ottan meg fogják mondani, hogy menjetek ki központba, Dubajba, és próbáljátok ki ezt a technológiát. Ez nagyon fontos a Skyway-nak, hogy ez meglegyen. Esetleg van még kérdés? Nincsen. Mit hagytuk itt ki? A Unitrack szeptember 22-25-én lesz, ha valaki esetleg Berlinbe szeretne elmenni. Budapestről már most lehet rendelni repülőjegyet, az ilyen 30-50-60 euró szokott lenni oda-vissza, nem drága. Mi voltunk tavaly, nagyon jó volt, úgyhogy érdemes. Hát a Maslow szerint jövőre azt mondta, hogy lesz osztalék, úgyhogy én szerintem valamennyit fognak fizetni. Az idén a Junitsky, ha aláírja ezt a 50 meg 10 milliárd dollárt, megkapják annak a pénzt már építeni, akkor abból már egy részt ki akarnak. Nem lesz biztos nagy osztalék, de valamennyi osztalékot akarnak visszafizetni. Most az van, hogy a 75 éves és idősebb korosztályú investítoroknak be lehet váltani a tokenba a részvényt, és a tokent az júliustól, mikor elkezdik árulni a tokenokat a célprojektekre, utána már ők a tokent be tudják váltani dollárba vagy euróba. Én szerintem ez nem érdemes, mert elég keveset adnak, de folyamatosan fogják majd ezt növelni, ők vissza akarják, mikor megkapják ezt a 50-60 milliárdot, ők vissza akarják vásárolni minél több részvényt. De az, aki mondjuk rá 3-4 évvel ezelőtt megvette, lehet, hogy 10-szeressel lesz neki, érdemes lesz neki eladni. Főleg, ha idősebb, nem tud várni többet, akkor az érdemes lesz. A 1000 mérnök, igen, az megvan hivatalosan a weboldalon, hogy 1000 mérnök már dolgozik a Skyway-ba. Nem csak mérnök, mindenféle specialista, és mindenkinek kell valamilyen szakmája legyen, mert ez külön másmilyen, mint a hagyományos projektek, és akkor meg a Dubajba, Sárgyába is ugye lesz majd külön ilyen iskola, egyetem, ahol fogja kiképezni ezeket a mérnököket. Az osztalék részvény darabszámra megy, vagy hogyan? Igen. Ez úgy lesz, hogy 20% nettó bevétel, nettó nem bevétel, bocsánat, hanem nettó haszon. A 80%-ot azt visszaforgatják, meg elkötik fizetésre, meg a projektekre, és a 20% profit abból fogják fizetni. Akinek több részvénye van, az többet kap. Ez úgy számolták ki, hogyha egy évben 66 milliárd dollár forgalom lesz, és valakinek van 100 000 részvénye, akkor 1000 dollárt fog kapni. Ha 200 000 részvénye, akkor 2000 dollárt. Ha mondjuk rá felényi forgalom 33 milliárd lenne, 100 000 részvényre 500 dollár lenne az osztalék. Igen, rögzítve van, ezt majd a Skyway kapitálosok felrakják. Most a múlt hetit az eléggé késtek, 5 nap után rakták fel, remélem ez meg lesz. Igen, felrakjuk majd a Skype, Facebook csoportokba, úgyhogy meg lesz. Én gondolom, hogy ez egy nagyon jó utazás lesz. Érdemes lesz elmenni Dubájba. Én most néztem, ha valaki csak egy szállodába megy, és reggelivel, az is ilyen 900 euró, 5 vagy 6, azt hiszem, hogy 6 napos Dubájba. Nagyon drágák a szállodák, mert expo lesz, és dupla drágább az egész. Szerintem ez a 2 napos szálloda, ez emelte fel kicsit az árát, mert én úgy számítottam, hogy 1000 euró, de majd épp meglássuk, hogy mennyi. A 60 000 bruttó forgalom, a 60 milliárd dollárról beszéltem, a éves forgalom. 66 milliárd, úgy jön ki a 1000 dollár a 100 000 részvényre. Évente. Ha valakinek 1 millió részvénye van, akkor ő 10 000 dollár részvényt kap. 1 euró most mennyi forint? Azt hiszem, a 320. 330, úgy valahogy van. A másik hasonló üzlet az 2 dollár centet ad egy részvényre, ilyent ígérnek. Lehet, hogy valahogy a Skyway-ba is majd így lesz. Az az érdekes, hogy most is jelentkeznek befektetők, méghozzá elég nagy befektetők is, és vásárolják a részvényeket. Én tudom, hogy azok, akik már tavaly előtt megvették, lehet, hogy vettek maguknak félmilliót, 1 milliót, akkor azok most nem vásárolnak, de én most 1-2 órája segítettem egy hölgynek, és 3500 dolláros csomagot fizetett be, és meg is vette mindjárt. Úgyhogy nem tudta, hogyan kell, és segítettem neki telefonon. Na, 338 forint. 1 euró. 50. Jó információ. Na. Akkor én majd jelentem a magyarul ezt a dubai utat, aki szeretne meg el tud jönni, nem fél a utazástól, nem fél a hajótól, a repülőtől. Én szerintem ez a hajóutazás, ez meglássuk ezeket a városokat is, a Abu Dhabi is nagyon érdekes, nekünk természetesen a Dubai legfontosabb, de itt tudtuk kiszámítani, hogy első nap akkor ott alszunk, másnap megyünk a Sárgyába, utána utazunk hajóval, és legutoljára a Dubai Mall. A Dubai Mallba tudunk akkor vásárolni is. Azt hiszem, hogy 1200 üzleti bolt van minden. Nagyon jó minőség, legjobb minőség, amit láttam a világon, és nagyon korrekt árba. Ilyen, mint Frankfurt, München, vagy mit tudom én, isztambuli duty free shopokban nem olcsóbb, mint a Dubajban. Jó ára van. Én nem mondom, hogy a Dubai drága, biztos, hogy vannak olyan hotelok, ahol nem lehet kifizetni egy vacsorát, de ha elmegyünk ilyen normális étterembe, ilyen 10-12 euróért lehet ebédelni is, vagy vacsorázni, a 20 euró az már egy luxusabb étterem. Mikorra tervezik a tőzsdére bevinni? Ez nagyon jó kérdés. A tőzsdére akkor tudnak kimenni, hogyha már van forgalom a cégbe. Szóval van haszon. Vannak kiépítve, vagy építik a célprojekteket. Miért fontos ez? Mert ha most kimenne a cég, akkor lehet, hogy ilyen 1 és 5 cent volna a részvény ára, de ha úgy mennek ki, hogy aláírnak mondjuk rá az idén, ezt tervezi a Yunitsky, ezt mondta az interjúban már többször is, azt a 10 és 50 milliárd dolláros célprojekteket, ha aláírják, jövőre mondjuk rá lesznek tovább is, lehet, hogy másik országba is ilyen projektek, legyen még 50 milliárd, az már 100 milliárd. És ha egy ilyen projekttel megy ki a tőzsdére, akkor azok a nagy befektetők, akik több 10 vagy 100 millió dollárra rendelkeznek, akkor azok is megveszik a részvényt, mikor kint van a tőzsdén. Előbb ők nem veszik, az biztos. És ha $1 megy ki a tőzsdére, akkor már csak ilyen, hogyha valaki úgy mondjuk, hogy bepumpál ilyen 100-200 millió dollárt, akkor biztos, hogy növekszik az ára. Nekünk meg lesz határozva első 6 hónapig, nem akarja a Skyway, hogy nagy ugrás legyen az áron, és mi nem tudjuk első 6 hónapba eladni a részvényünket. És ők fogják annyi részvényt engedni, hogy mindig tartós legyen az ára. Lehet, hogy ezzel nekünk nagyon jót tesznek, mert lehet, hogy mire 6 hónap után már mi el akarjuk adni, valamennyi részvényt, természetesen mindet nem javasolom, lehet, hogy 2-3, lehet, hogy $5 lesz, ezt nem tudjuk ma megmondani, de stabilizálják az árakat, és ez nagyon fontos. A cégnek is, ugye, ne menjen le, meg nekünk is. Nézzétek csak a Teslát! Ez a tulajdonos, a Elon Musk, egy olyan valaki, ritka olyan, aki komolyan veszi. $17 kimentek, és $700-900 van most az ára. Ma 770, ha jól tudom, de valamelyik nap $900 is volt. Hát őrület, nem? Egy üzlettársam mondta, hogy ha Tesla 700, $7000-ra számít csak a Teslának a részvényt pár év múlva. 7000-re. Hát hogy ne legyen a Skyway $100? De ne legyen. Legyen 5 vagy $10, én szerintem mindenki örülni fog. de az a legfontosabb, hogy megmaradjon, a részvényt ne adjuk el. Lehet, hogy egy 10-20%-ot el kell adni, de 80%-ot hagyjuk meg, és az osztalék, minden évben kapjuk az osztalékot. Ahogy a projektek növekednek, ahogy új országokat nyitnak. Most a Csabáik azért mentek ki Minskbe, most 5-ször vannak már kint, hogy ez a San Bernardinoi projekt, meg a Dubai projekt, ha nincs ez az engedély, Győri vagy Széchenyi Egyetem készíti ezt, tehát az egész Európára az engedélyt. Mikor meg lesz ez az engedély, akkor tudják majd pályázatot is elindítani a minden európai, meg bárhova, Dél-Amerikába, Ausztráliába is, mert csak engedély fontos ezek a licensek, meg minden. Hova érdemes? Hát én úgy tudom, hogy Boszniában mindenféle adó 10%. Szóval kinyitunk egy számlát Boszniába, odautaljuk, kifizessük a 10%-ot és 90% tiszta pénz, már utalhatod a magyar számládra. Ha kérdezik, hogy honnan van a pénz, egy boszniai bank elküldi, hogy kifizettétek az adót, és megvan. Mondjuk rá. De igaz. Adó tanácsot azt mondják, hogy nem szabad adni. Hát én néha így szeretek segíteni. De ez igaz, Boszniában ez így van. Nálunk 12% az adó, és plusz még van egy ilyen különleges adó, úgyhogy attól függ a megyé, meg a város. Például Zágrában 15, arra a 12%-ra még 15, de nálunk Eszéken nem tudom, 7 vagy 8%. Olyan 13-15% Horvátországban az adó. Oké, akkor itt van már lassan 10 óra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Igyekeztem ezt az új információt veletek megosztani, és további szép estét kívánok, és jó éjszakát, és majd beszélünk, halljuk egymást, találkozunk máskor is. Köszönjük szépen!